A következő években fejlesztik a vízitúra hálózatot, a Magyar Kajakkenu Szövetség elsőként 2016 tavaszától a Felső-Tiszán alakít ki megálló helyeket. A szövetség a megyei önkormányzattal közösen nyújt be erre a célra pályázatot. Uniós forrásból 15 megálló helyet építenek, 11-et Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hoznak létre. Legyen egy-két napos, vagy akár egy hetes a nyaralás, szívesen választják a vízitúrát az aktív pihenésre vágyók. A kenusok Tokaj mellett és a Felső-Tisza szakaszán is szeretnek túrázni. Az évről évre növekvő látogatószám is indokol egy komolyabb és átfogó víziturizmussal összefüggő fejlesztést. A Magyar Kajakkenu Szövetség a Felső-Tisza egészére szolgáltatási csomagot fejleszt. A szabadidő sportot is szeretnék erősíteni, támogatni a kenupontokkal. 300 millió forint mindenképpen rendelkezéssel arra, hogy a már megkezdett fejlesztések folytatódjon, illetve, hogy olyan helyeken is a Tisza mentén, ahol nincsen klubunkkal, nem voltunk jelen, ott is lehessen építeni, ott is lehessen befogadó helyeket létesíteni. Nagyon-nagyon komoly feladata ez az, hogy olyan helyeken kerül létrejön, ahol az iskolákkal, különböző másfajta kulturális intézményekkel is kapcsolatokat tudunk építeni, hiszen azért számunkra a gyerek elsődleges, szeresse meg a vizet, tanulja meg a környezetet. Nagyon-nagyon fontos, hogyha lehet ez családban üze, és ez mindez természetesen egy helyi közösséghez tartozó feladat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szempontjából az egyik kiemelt bevételi forrás a turisztika, és ez mindenképpen fontos abból a szempontból is, mert ez a turisztikai fejlesztés, ez amelyet mi akár TOB-ból is majd segítünk megvalósulni. Kapcsolódhatnak majd a LEADER helyi akciócsoportok fejlesztései, és ebben kerülhet megalapozásra az, hogy a helyi vállalkozók is be tudjanak kapcsolódni már. Tehát lényegében, hogyha már egy fejlesztés megvalósul egy vizes megállóhelyen, vagy vízi megállóhelyen, akkor ott valóban olyan feltételeket szeretnénk biztosítani, hogy egyrészt szolgáltatás szempontból, másrészt egy vállalkozói szempontból is lehessen kapcsolódni ezekhez a fejlesztésekhez is, és ez a helyi érdekeket azt hiszem, hogy nagyban erősíti. A stúdióban köszöntöm Filip Sándort, Vásárosnamény polgármesterét, jó estét kívánok! Köszöntöm a televízió nézőit! Valamilyen szinten az előző beszélgetéssel összeér a mi beszélgetésünk, hiszen ugye a vállalkozói pályázatokról beszélgettünk az imént, és egy ilyen 5 milliárdos megyei forráskeret van turisztikai pályázatokra. Elsősorban az önkormányzatok pályázhatnak, de valahogyan a vállalkozói szektort is be fogják vonni, hogyan, mit terveznek. Így van, tehát a topok és a ginopok szorosan összefüggenek egymással, hiszen mindegyik emberekről szól, a települések lakosairól, vállalkozókról és azokról, akik mindenképpen szeretnének olyan uniós forrásokat bevonni a további fejlesztésekbe, amelyek elősegítik azt, hogy előrelépjen az adott település, az adott térség. A Vásárosnaményi térségnek a turizmus miért fontos? Azt hiszem, hogy Vásárosnaménynek egyik kitörési pontja már hosszú-hosszú évek óta a turizmus. Épp ezért örültünk annak a lehetőségnek, amit a terület és település fejlesztési operatív program rejt magában egyrészt, másrészt pedig a Kajakkenu Szövetség megkeresése, ami pozitívan hat a múltra, és felidézi a múltat, hiszen valamikor gyermekkoromban a kajakkenu sportág igencsak virágzott ezen a területen, ezen a településen. Nekem jó barátaim, barátnőim, ismerőseim kajakoztak is. Azt hiszem, hogy az egyik első aranyjelvényes kajakosunk is a pattársam volt, akire azóta is büszke vagyok. Akkor egy régi hagyományt, a szabadidősportot vissza fogja hozni ez a lehetőség. Egyébként a Tisza-Naményi szakaszán lesz-e ilyen kajakkenu pont, mennyi lesz belőle kiépítve? Ugye az köztudott, hogy a Felső-Tiszának ez a szakasza 260 km hosszúságú, és három megyét érintve, 11 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település érinti ez a projekt. Vásárosnamény ennek alappillérévé vált, hiszen Tiszabestől Tiszadadáig azt hiszem harmadik megállóhely a miénk. Szeretnénk visszaadni a településnek, a Gergely-Görő városrésznek azt a rangját, hogy kihagyhatatlanná váljon a kajakkenuzók nagy táborában, hiszen látjuk, hogy a Gergely-Görő part elment egy más irányba. Persze a szórakozási kapcsolatban is fontos, de azt látni kell, hogy a kajakkenu, mint sporteszköz, egy csodálatos járgány a vízen, lehetővé teszi a természet megismerését is, és amellett, hogy Magyarország rengeteg olimpiai és világbajnokot hozott már, és nevelt ki, tudjuk azt, hogy a természet megismerése ezzel összekötve egy olyan lehetőség mindenki számára, a felnőtt nemzeti számára, ami kihagyhatatlan. Egyébként hogy fog kinézni egy ilyen kajakkenu pont?
A Tiszapart adja magát, hiszen egy nagyon csodálatos fővenyünk van, és van egy régi úttörő táborunk. Ugye látható a logomon vásárosnám, hogy a Bereg szíve, ezért létrehozzuk a Bereg szíve üdülőközpontot, és ebben az üdülőközpontban, a régi garabonciás táborban gyakorlatilag egy olyan bázis hozunk létre, ami rendelkezik mai elvárosnak megfelelően mosakodási, vizesblokk lehetőséggel, étkezési lehetőséggel, és olyan létesítmény, olyan gondnoki épület áll majd rendelkezésre, ami az ideérkezőknek bizonyos információkat is nyújt majd, hiszen nyilván aki kajakozik, kenuzik, nem csak a partot fogja megismerni, hanem benéz majd a városba is, megismeri Vásárosnemény a Beregi térség nevezetességeit is. Hogyha visszatekint az elmúlt évekre, akkor a térségben mennyi látogató jut el nyaranta? Ez érdekes kérdés, mert vannak, akik pihenni mennek, vannak, akik sportolni, de a fesztiválok még egy nagy vonzerő ebben a térségben. Jó, hát számszerűsítve most meg nem mondom, de azt látható, hogy a tavalyi év már egy előre lépést hozott ebben, az idei esztendőt pedig érdeklődve várjuk, hiszen a térség adott a természetes vizekben, hiszen a Szamos, a Túr, a Tisza adottságai azok óriásiak, ugyanakkor van egy Atlantika vízivilámparkunk, lehetőség van a Szilvafürdőben rossz idő esetén kikapcsolódni, a termálvizes lehetőséget kihasználni, és látnunk kell azt is, hogy a Tiszaparton pihenni és kifeküdni napra, azt hiszem a nyári feltöltődésnél pozitív dolgot nem is tudunk erre kitalálni. Hogyha látogatószámot mondaná, akkor mégis milyen számot mondaná? Ha most úgy nézem, hogy amikor annak idején a tiszaparti programjaink voltak, és akkor egy hétvégén 10-12 ezer ember megfordult, ha azt nézem, hogy amikor jó idő van, akkor 8-10 ezer ember lejön Tiszapartra, akkor a nyár folyamán az 50-60 ezeres látogatószám minimálisnak mondható. Azt viszont láttuk, hiszen ma testületülésen épp a turisztikai marketing tervünket fogadtuk el. Láthatjuk, hogy föllendülés van a vendég éjszakák számában az elmúlt évben. Ez több összetevős, hiszen egyrészt a turisztikai vonzerünk megnövekedett, említhetném a Tomcsányi kastélyt, a Hunor étterem fölött lévő vadászati éttermet, de azt is látni kell, hogy Vásárosnemény elindult a fejlődés útján, hiszen beruházásaink vannak. És a beruházások kapcsán nagyon sok vállalkozás ott találja meg a szállásait is a városban, tehát leutaznak hét elején, és gyakorlatilag a munkások, a középvezetők, vezetők nálunk szállnak meg. Tehát a szállási éjszakák száma jelentősen növekedett az elmúlt esztendőben. Szállásfejlesztésben gondolkodnak-e? Ebben a megyében, ebben a térségben ez mindig nagy probléma, nincs elég szálláshely, és egyébként még az infrastruktúrán, a turisztikai infrastruktúrán is javítani kell sok helyen. Így van, a szállásfejlesztésre most jelenleg a topokban nem látunk igazi lehetőséget, épp ezért, mint önkormányzat élünk azzal, hogy vannak olyan ingatlanjaink a Tiszaparton, faházak, amelyek felújításra szorulnak, ezekhez próbálunk saját erőből, az adóbevételeinkből elnézést, forrást találni, ezeket önerőből felújítani, illetve ha mód is lehetőség van rá, akkor próbálunk olyan nem teljesen jó állapotban lévő ingatlant megszerezni, amelyet saját erőből felújítunk majd. A turizmusban is ugye a helyi vállalkozások aktívan részt tudnak venni a fejlesztésében, a turizmus fejlesztésében, és munkahelyeket is tudnak teremteni. Ez lenne egyébként a cél a turisztikai ágazatban. Ebben a térségben hogyan változott, tehát mennyire adott munkát is ez az ágazat ebben a térségben az embereknek? Mindenképpen a nyári időszak meghatározó. Tehát ilyenkor látjuk azt, hogy diákmunkások szerepe óriási, annak az Atlantika vízivilámpark felhő képessége is behatárolt. A Szilvafürdőben nyár folyamán mindig nagyobb létszámban tudunk foglalkoztatni hozzáértő szakembereket. A múzeumaink nyáron sokkal látogatottabbak, épp ezért ehhez kapcsolódik szorosan a vendéglátás. Vásárosneményben a Lónyai Baptista Középiskola ugye pincérképzéssel, szakásképzéssel is foglalkozik, egyfajta gyakorlóhelyül is szolgálnak ezek a létesítmények, tehát ezek a vendéglátóhelyek a nyár folyamán, így azt hiszem, hogy jó képzett szakemberekre mindig szükség lesz Vásárosnaményban. Ha még idény munkára, de akkor is nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen. Úr.